Bő két hónap múlva válik kötelezővé a két lépcsős ügyfélazonosítás az elektronikus fizetéseknél. Hogy mennyiben segítheti a nagyobb biztonságot ez a fajta hitelesítési eljárás, arra is keressük a választ mai adásunkból, és hogy még mivel érkezzünk, már is mutatjuk. Köszöntöm Önöket! Családi Porta program jövőre nagyobb keretből segítik a hátrányos helyzetű családokat. Értékek a megyében már közel 130 tételt tartalmaz az értéktár. Biometrikus azonosítás az év végével válik kötelezővé az online fizetéseknél. Újabb elemmel bővülve Családi Porta programmá alakul a Szociális Földprogram. Ezzel együtt a keretösszeg is növekszik. A hátrányos helyzetű családok számára jövőre már 240 millió forint áll rendelkezésre. Az érintettek egyebek mellett konyhakertek megművelésére és kisállattartásra is pályázhatnak az önfenntartás jegyében. Október 17-én volt a szegénység elleni küzdelem világnapja. Ennek aktualitása kapcsán jelentették be a megyénkbeli Milotán, hogy kibővítik az 1992 óta futó Szociális Földprogramot. Az elmúlt közel három évtizedben ugyanis azt tapasztalták, hogy egyre többen szeretnék otthonukban megtermelni az élelmiszereket. Így a rászoruló családok ezen túl már a teljes portájukat hasznosíthatják a Családi Porta program keretében. Arról szólt a program, hogy egy család egy kis veteményest csináljon, vagy néhány kis állatot tartson, és az egy kicsit hozzásegítsen ahhoz, hogy az ő családi gazdálkodása tehermentesüljön. Magyarul ne kelljen pénzt költeni paradicsomra, paprikára, vidéken, meg tyúkhúsra. Viszont a pandémia időszaka alatt egyre többen jelezték felénk, hogy hát ennél többet is lehetne, hiszen a családok otthon voltak, szívesen bevonták volna az egész portájukat. Rendezték volna, rájöttek, hogy hát ennél többet lehet. Tehát lehet gyümölcsfát ültetni, a virágos kertnek lehet örülni, lehet nagyobb veteményes, akár malacot is tarthatnának, és ez a visszajelzés a terepről, ez azt jelezte nekünk, hogy ezen változtatni kell, úgyhogy változtattunk rajta. Leültünk a Szociális Földprogramok Országos Szövetségével, ők ugye közel 100 önkormányzatot fognak össze. Tehát nem mi magunk találtuk ki a fehér terítő mellett, hogy mi lesz, hanem megkérdeztük őket, hogy hogy legyen. Tehát pontosan hogy legyen, még a nevét is ők javasolták, az önkormányzatok és a családoknak én azt mondom, hogy a hangja jutott el hozzánk és a kérése. És így lett a Családi Porta program, a kiskaputól, tehát a belépőkaputól egészen a hátsó kapuig meg lehet újítani a Családi Portát, be lehet vonni a művelésbe. Idén a keret is bővül, mire elegendő ez a 240 millió forintos keret, ami most rendelkezésre áll, mennyi embert tudnak vagy terveznek bevonni? Az eddigi tapasztalatból kiindulva ez 150 és 180 család között lesz, akiket fogunk tudni támogatni, és ugye itt általában nagy családokról van szó, tehát roma, de nem roma, szegénységben ülő családokról, több gyerek is van, tehát körülbelül 6000 ember lesz az, aki a legvégén valamilyen módon ebben részesül. A Milotán élő 160 családból több mint 100 vesz részt a földprogramban. Az elmúlt években sok helyének sikerült szervezett keretek között nagymértékben önellátóvá válnia. 4 évben pályáztunk már Szociális Földprogramra, mind a 4-szer sikeresen nyertünk. Kisállat tenyésztésünk volt, vetőmagot osztottunk a családoknak, tehát ez nekünk nagyon jó. Utólag ellenőriztik őket, és betartották a pályázat követelményeit. Mi nagyon örülünk ennek, mert a parlagon lévő kiskertek felszántásra kerültek, gyönyörű konyhakertek voltak. Volt olyan hely, ahol a előnevelt csirkét vásároltunk táppal, ott még szaporították is. Én úgy gondolom, hogy minden családba sikerült. Nagyon jó nekik télére a zöldségtermesztés, ami a mindennapjukhoz hozzájárult. A tojás, a csirkéket felnevelték, tyúkok lettek, levágták, tovább tartották, és ez, szerintem ez nagyon jó nekik. Ennek a háznak a lakói, egy házaspár és 3 gyermeke is bekapcsolódtak a programba. Amellett, hogy tudják, mit esznek, jelentős összegeket tudnak megtakarítani a saját maguk által megtermelt élelmiszerekkel. Örömmel fogadtuk, hogy apró jószágot, csirkét kaptunk,
vetőmagokat kaptunk, palántákat kaptunk, az apró jószágokat, csirkéket fölneveltük, most tojótyúkként tartjuk őket, még most is, próbáljuk őket szaporítani kisebb-nagyobb sikerrel. Hát a vetőmagokból, a palántákból télére szoktuk tenni tehát a fölösleget, amit ugye nyáron nem főzünk meg. És nekünk ez nagyon jó jött, mert olyan vetőmagokat is kaptunk, amit lehet, hogy nem vettünk volna meg. Számszerűsíteni nem tudnám, hogy mennyit tudunk megspórolni, de szerintem ilyen több tízezer forintot is akár, mert ugye a csirke az a húsa, azt is hasznosítjuk. Tojás, azóta mi tojást nem vettünk boltba, mióta vannak a tyúkjaink. Ugye a vetőmagok, a kiskert, a zöldség, azt meg megint ugye nem kell megvenni a boltban, és ez egészségesebb is, mert tudjuk mikor, mivel permeteztük egyáltalán, mert nem nagyon. A tyúkjaink mit esznek, és ugye ez nem kis előny ez is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évről évre mintegy 2500 hátrányos helyzetű családot sikerül bevonni a programba. Eddig 39 település volt érintett a megyében, amelyekre közel 40 millió forint jutott. Ez a megye a mezőgazdaság által preferáltabb terület, és itt az embereknek az igényei, azok jelentkeznek a pályázati felhívásnál is, és ennek van is egy múltja, hiszen a Szociális Földprogram az egy több évtizede végrehajtott program, innen indult úgymond a gyökere, és ennek van már hagyománya, ezt kívánjuk megerősíteni a Családi Porta program keretében, és folytatni a lehetőségét annak, hogy a családok, amit elkezdtek, azokat tovább tudják vinni. Azt figyelhető meg, hogy a település vezetői, illetve a pályázatoknak a benyújtói, azok helyi ismeretekre alapozva keresik meg a családokat. A felelősség nyilván az övék, hogy kik azok, akiket érdemes bevonni ebbe a programba. Mi ehhez még egy szakmai segítséget is elvárunk, ami azt jelenti, hogy mentorálási tevékenységeket is el kell látni. De az a jó program, amikor az egész település magáénak érzi, és ebből a szempontból részt vesz a megvalósításban. Mennyire része a programnak az ellenőrzés, az, hogy ellenőrizik, hogy valóban megvalósították-e a bevont családok azokat a feltételeknek, megfeleltek-e, amiket ugye előírtak számukra, hogyan történik az utókövetés? Folyamatos az utókövetés ebből a szempontból, mert a mentornak és a mezőgazdasági szakembernek az a feladata a program keretében, aki alkalmazásban van a program által, hogy napi szinten vagy beosztva a családokat végigjárja, kövesse akár az állattartásnak a módját, akár ugye a mezőgazdasági munkálatok, a kerti munkálatoknak az előkészítését, végrehajtását és utó munkálatait is. Tehát nem hagyjuk magára, mi nem az ellenőrzésre tesszük fel a hangsúlyt, mindinkább a program szakmai tartalmának a tökéletes végrehajtására. Mint a tájékoztatón elhangzott, a program a közösségépítéshez és a területi hátrányok mérsékléséhez is hozzájárul. Ami különlegesség ennek a programnak az az, hogy a gyerekek kell, hogy lássák, hogy a szülő otthon gondozza a kertjét, gondozza a kisállatot, hiszen ez kell, hogy generációkról öröklődjön tovább, és vigyük el, vagy adjuk tovább majd az elkövetkezendő utánunk jövő generációknak. A legfontosabb tapasztalat az, hogy a család egyben maradjon, tehát nagyon fontos az, hogy közösségként lépjen fel egy család. A másik pedig, ami az új kiírásnak egyik különlegessége, az, hogy nem csak egy adott család, hanem egy adott közösség, tehát településen belül plusz közösségek alakuljanak még ki. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez sikeres lesz. Nyilván közvetve azért gondolom a foglalkoztatás növelése és az életminőség javítása is ezeknek a programoknak a célja. Azért van már bőven akkor tapasztalat, hogyha 92 óta fut a program, hogy látják, hogy mennyivel járult hozzá ez a program ezekhez a céloknak az eléréséhez. Mostani tudásunk alapján a hátrányos helyzetű régiókban ez a program és a közmunka az nagyban hozzájárult a leszakadó rétegeknek a megtartásához, tehát nincs már akkor a szakadék az alsó középosztály és a nagyon-nagyon szegény emberek között. Reményeink szerint ez az olló inkább összezáródni fog, mint sem kinyíljon. Bízunk benne az, hogy azok az emberek, akik itt otthon ebben a munkával meg tudják szerezni ezt a tapasztalatot, azok el tudnak helyezkedni majd a későbbiek folyamán, és nálunk otthon Rozsályban van erre példa, valamilyen mezőgazdasági vállalkozónál, tehát ki tudnak lépni az elsődleges munkaerőpiacra. Vagyis a program egyfajta kiutat is jelenthet a szegénységből, saját erőből, de külső segítséggel.
És ha már Milotán járunk, a kertekbe benézve sok helyen láthatunk diófát. Nem meglepő a település messze földön híres tízeséről, amely a legkedveltebb diófajta, mivel kellemes íze mellett sima és gömb alakú héjának köszönhetően könnyen törhető és tisztítható. A magyar-ukrán határmenti község azonban nem csak a múltjából él, folyamatosak a fejlesztések. Ez a játszótér nemrég készült el, ahogy az óvoda is teljes felújításon esett át. Korszerű butorokat, székeket vásároltunk, óvoda udvarunk szép játékokkal bővült, BMS pályázatunkba útra nyertünk 10 millió forintot, most pedig jelenleg a Magyar Falu programba a sportpályának a sportöltözőjére nyertünk pályázatot, 20 millió forintot. Ez várható, amikor készül el? A sportcentrumunk az kora tavasszal. Megnyújt ez majd segítséget az iskolásoknak, vagy van itt esetleg a közelben olyan egyesület, aki tudja ezt majd használni? Itt van sportegyesületünk, van egy U19-es csapatunk, egy felnőtt csapatunk, aminek nagyon örülünk, gyönyörű sportpályánk van, és ennek a létesítménynek nagyon örülünk, kondiparkot fogunk oda létesíteni, azt is megnyertük BMS pályázatból. A közel 1000 fős településen sok a fiatal, akik hamarosan már ki is próbálhatják az új eszközöket. Ideje 3 újabb tétellel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, amely ezzel már 129 tételt számlál. Az ezekről döntő bizottság asztalán több újabb javaslat sorakozik, amelyek felvételével a közeljövőben tovább gyarapodhat a lista. Vendégünk pedig a stúdióban a megyei értéktár bizottság elnöke, Baracsi Endre. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ahogy gondolom, minden területre úgy az értéktár bizottság munkájára is rányomta a bélyegét a koronavírus járvány. Hogyan nyilvánult ez meg, akár az ülések számát illetően? Valóban ez a pandémiás időszak, az, mint az élet minden területére, így valóban az értéktárbizottság munkáján is meghagyta a jelét, és hát ez abban mutatkozik meg leginkább, hogy nem igazán tudtunk bizottságülést tartani. A járvány óta mindössze egyetlen egyszer a nyáron tudtunk összeülni, és akkor tudtunk dönteni a már beérkezett javaslatokról. És hát nem csak az értéktárbizottsági ülések számára, hanem egy picit azért a beérkezett javaslatok számára is rányomta a bélyegét a vírusos időszak, hiszen így a javaslattevők is gondolom más ügyes bajos dolgaikkal jobban el voltak foglalva, így kevesebb javaslat érkezett be hozzánk, ami miatt természetesen szomorúak vagyunk, de abszolút megértjük ezt, és bízunk abban, hogy a későbbiekben majd az a megspórolt energia, ami most másra lett felhasználva, nem az értékgyűjtő munkára, az majd meghozza a gyümölcsét, és azok, akik szerettek volna javaslatot benyújtani hozzánk, újult erővel fognak majd ennek a munkának nekilátni, és elkészítik majd azokat a javaslataikat, amelyeket úgy gondoltak, hogy a megyei értéktárban szerepeljen. És hát erre pedig kiktől érkeznek egyébként javaslatok? Önkormányzatok, magánszemélyek, szervezetek, kik adhatnak be javaslatokat? Lényegében bárki adhat be javaslatot az értéktárbizottsághoz. Annyi változás van, hogy ugye a kormányrendelet módosult a nyár folyamán, és ezúton is szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy igazából a megyei értéktárban most már úgy kerülhet be érték, új érték, hogyha az valamilyen települési vagy tájegységi értéktárban már szerepel. Ez egy új szabályozás, úgyhogy ez nekünk is egy újdonság. Igyekszünk ezt tudatosítani mindenkiben, és most ezt az alkalmat is szeretném arra kihasználni, hogy mindenkinek felhívjam erre a figyelmét, hogy még mielőtt a megyei értéktárba benyújtana egy általa kedvesnek vélt értéket, vagy egy javaslatot, azt mindenképpen egy települési vagy egy tájegységi értéktárba is nézze meg, hogy szerepele már. Hogyha nem, akkor pedig a legközelebb eső vagy a legegyszerűbb tájegység vagy települési értéktárban nyújtsa be, és akkor utána lehet, hogy egy következő lépéssel, így van, akkor élt a megyei értéktárba ez a javaslat. Attól függetlenül, hogy csak egy ülése volt az értéktárbizottságnak, azért idén is kerültek fel újabb tételek erre a listára, mint ahogy elhangzott már itt 129 tételes ez a lista. Mik azok, amik idén lettek a lista tagjai? Valóban a legutóbbi bizottsági ülésünkön 3 új értékkel bővült az értéklista. A Nagykálói és az Újfehértói zsidó temető, illetve Móricz Zsigmondnak a írói munkássága, amely azt hiszem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől abszolút elválaszthatatlan, és valóban egy ikonikus figurája, egy ikonikus alakja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, és nagyon örültünk annak, hogy ez a javaslat beérkezett, hiszen ez már egy régen pótolandó hiátusunk volt, amit nagyon szerettünk volna, hogyha valaki elkészít, és ezért örült a bizottság nagyon annak, hogy ez a javaslat beérkezett, és végre össze tudtunk ülni, és dönteni tudtunk erről a nagyon fontos értékről. Már nem szeretném kiemelni Móricz
Zsigmondnak az írói munkásságát, hiszen mind a 129 érték, amely szerepel a megyei értéklajstromba, az mind közel áll a szívünkhöz, és mindegyiknek ott van a helye, de azért természetesen mégis egy emblematikus értékről beszélünk. Beszéljük egy kicsit magáról a folyamatáról, hogy hogyan lehet egy tétel, pontosabban egy érték a megyei értéktárnak a része. Valaki benyújtja a javaslatot, az értéktárbizottság milyen szempontok alapján értékel, milyen viszonyítási alapokat vesz figyelembe, amik alapján dönthet arról, hogy bekerül vagy nem. Így van, beérkezik hozzánk a javaslat, és hát maga ugye a bizottság az úgy lett összeállítva, hogy lényegében minden szakterületnek legyen képviselője, aki már sok munkát letett az asztalra az elmúlt évtizedek alatt, amely mind-mind kötődik egyrészt a szakterületéhez, másrészt pedig ahhoz az értékgyűjtő munkához, amelyet mi küldetésként fogunk fel. És ez a bizottság, ez megtárgyalja a javaslatot, mindenki elmondja a véleményeit, és egy szakmai vitára van bocsátva minden egyes javaslat, és aztán pedig a bizottság döntéssel, tehát szavazással dönti el azt, hogy itt nem kell minősített többség, egyszerű többséggel el lehet dönteni azt, hogy egy-egy érték jogosult-e arra, hogy akkor a megyei értéktárban vigye tovább Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét, vagy esetleg nem. Mennyien vannak egyébként ebben a bizottságban? Hányan döntenek arról lényegében, hogy igen vagy nem? 9-en vagyunk a bizottságban, és hát mindig a jelenlévők természetesen. Van egy szervezeti és működési szabályzata az értéktárbizottságnak is, ami határoz a döntési folyamatról és minden egyes ülésről is természetesen, illetve azokról a szabályokról, amelyek meghatározzák a bizottsági munkát, és ennek szellemében a jelenlévők többsége dönt. Nyilván ez a 129 érték teljesen különbözik egymástól abban az értelemben, hogy teljesen más kategóriákba sorolhatók, hiszen vannak kultúrához köthető dolgok, akár gasztronómiához köthetőek. Mik azok a főbb kategóriák, amikbe bekerülhetnek ezek az értékek, vagy elképzelhető, hogy olyan érték is kerül, amit mondjuk sehova nem tudnak csoportosítani, tehát lényegében egy új csoport is létrejön azáltal, hogy bekerül az értéktárba. Ezek a kategóriák, ezek a szakterületenkénti kategóriák, ezek meg vannak határozva a jogszabályokba, és mindegyik értéket be kell sorolni valamelyik kategóriába. Ilyen például az épített örökség, ilyen a kulturális örökség, ilyen a természeti környezet, vagy éppen mondjuk az ipari műszaki megoldások. És ezen kategóriákon belül van mozgás természetesen, hogy mindig azt nézi a bizottság is, hogy adott is a javaslattevőknek is ezt kell nézni természetesen, hogy adott érték mely kategóriához áll a legközelebb. Hiszen valóban vannak olyan esetek, amikor egy-egy érték, akár mondjuk a kulturális örökség kategóriába, vagy az épített örökség kategóriába is szerepelhet, de itt mindig egy kicsit mérlegelni kell, és egy kategóriába besorolni ezt az értéket, amelyik rá a legjellemzőbb. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy átsorolnak egy értéket, hiszen ha jól tudom, idén is volt olyan érték, amit áttettek egy másik kategóriába, mint amiben eredetileg volt. Így van, valóban erre is van példa. Nem mondom, hogy gyakori példa, de előfordul az is, hogy valóban egy bizottság egy korábbi döntését felülvizsgálva valóban át tud sorolni egy értéket egy másik szakterületi kategóriába, de ez azért ritkán fordul elő. De valóban erre is van lehetőség és példa is természetesen. A megyei értékek aztán később bekerülhetnek a magyar értéktárba. Nem tudom, hogy ez százalékba kifejezhető-e, hogy a megyei értékek hány százaléka szerepel a magyar értéktár listáján, de legutóbb, hogyha jól tudom, a Beregi Keresztszemes volt erre példa, ami egy úgymond magasabb kategóriába besorolásba került. Igen, valóban ez a 2020-as éves számunkra a pandémiás helyzet ellenére mégis nagyon emlékezetes lesz, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak, és azt hiszem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is. Hiszen két olyan érték is bekerült a Magyar Nemzeti Értéktárba, a magyar értékek közé, amely a megyei értéktárban már szerepel, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a hírnevét már régóta öregbíti. A tavaszi időszakban a Beregi és Felső-Tisza-vidéki keresztszemes hímzés került be. Igaz, hogy a javaslat maga az már sokkal korábban elkészült, de hát sokszor idő kell a döntések megszületéséhez, de hál' Istennek is tényleg nagyon örültünk annak, hogy a Beregi keresztszemes hímzés és a Felső-Tisza-vidéki keresztszemes hímzés a Hungarikum Bizottság döntése alapján a magyar értékek közé, a nemzeti értékek közé lett sorolva, úgyhogy ezzel az értékkel kezdődött az év a nemzeti értékek között, és nem is olyan régen, talán egy-két héttel ezelőtt pedig újra ülésezett a Hungarikum Bizottság, és a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely és a Pócsi Búcsúk szintén a magyar nemzeti értékek közé került, ami számunkra szintén nagyon öröm, hiszen azt hiszem, hogy ezt nem kell különösképpen indokolni, hogy mekkora jelentőséggel bír azért
a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely Szabolcs-Szatmár Bereg megye Magyarország, és talán nem túlzunk azzal, hogy a világ történetében is. Az, hogy egy érték mondjuk később hungarikummá válik, az mitől függ, hiszen pont a Mária Pócsi búcsú és kettemplom esetében elképzelhető, hogy ez akár bekerül a hungarikumok közé is. Így van. Van egy ilyen tervünk, és azt hiszem, hogy talán már ez több is, mint terv, hogy ezt szeretnénk továbbvinni. Tehát itt is egy piramis rendszerben kell gondolkodni, tehát itt is előbb említettem, hogy ahhoz, hogy a megyei értéktárba bekerüljön, valami előbb szerepelni kell egy települési vagy egy tájegységi értéktárban. És a hungarikumnál is pontosan ez a szabályzó, tehát ott is meg kell lenni az előszobának. Ugye itt az előszoba az a magyar értékek előszobája, a nemzeti értékké való nyilvánítás, és hogyha ez megvan, akkor lehet hungarikummá javasolni egy értéket, és hát az első lépés megtörtént, tehát valóban nemzeti érték lett a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely és a Pócsi búcsuk, és ennek következtében, amint megkapjuk az írásos döntést, akkor a következő lépésünk az lesz, hogy elkészül a javaslat, és kérvényezni fogjuk azt, hogy hungarikum legyen ez a megyei érték. Ez azért nagy szó lenne, és tényleg szurkolunk hozzá. Ahhoz, hogy megismerjék a turisták, vagy akár itt a helyben élők ezeket az értékeket, azért kellenek különböző felületek is. Ezt szolgálja, azt gondolom, az a könyv is, amit néhány hónappal ezelőtt mutattak be itt Nyíregyházán, és ami két nyelven szolgálja azt, hogy megismerjék akár tényleg a helyi lakosok is ezeket az értékeket, amik körülveszik őket. Tulajdonképpen ezzel a céllal készült el ez a kötet is? A kötetre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy megjelent. Több célra készült. Mondjuk el a címét egyébként, Értékörökség összetartozás. Így van. Több célra készült ez a kötet, és azt hiszem, hogy a neve is nagyon árulkodó, hiszen hogyha az értékekről, örökségről és összetartozásról beszélünk, akkor nem tudunk csak akár turizmusfejlesztésről, nem tudunk akár csak értékmegőrzésről beszélni, hanem egy olyan küldetésről tudunk beszélni, amelyet azt hiszem, hogy megfogalmaz maga az értékgyűjtő munka is. Tehát itt a múltunkra való büszkeségtől kezdve valóban az a céltudatosság, amellyel szeretnénk erősíteni Szabolcs-Szatmár Bereg megyének a turisztikai vonzerejét és megmutatni azokat az értékeket, amelyekért érdemes ellátogatni Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe. Ez mind-mind összekapcsolódik ebbe a kiadványba is, és ebbe az értékgyűjtő tevékenységbe is, amelyet a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktárbizottság, illetve a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés végez. Ez a könyv pedig egy pillanatfelvétel, hiszen amikor ez elkészült, ez valóban egy screenshotot szeretett volna adni arról, hogy éppen 2019 végén mennyi érték szerepel a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktárban. Szerettünk volna, hogyha tudnánk egy állomást tartani, és tudnánk egy kicsit számvetést végezni ezzel a könyvvel, de az volt a célunk, hogy ez egy olyan minőségű kiadvány legyen, amelyre mindenki felkapja a fejét, hogyha belenéz, hogyha megtapintja, hogyha beleszagol, akkor mind-mind érezze azt a munkát, amely bele van fektetve. És hát nagyon büszkék vagyunk rá, mert tényleg nagyon minőségi kiadvány készült el, és hát bízunk benne, hogy ez a pillanatfelvétel, ez még nagyon sokszor el tud majd készülni az értéktárbizottság munkája során, mert ez egy olyan küldetés, egy olyan munka, amelynek igazából soha nem lesz vége, hiszen nem csak a múltban teremnek értékek, hanem a jelenben is születnek olyan értékek, amelyek kell, hogy szerepeljenek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktárban is, és hát bízunk benne, hogy mindig lesznek majd, akik ezt a munkát felvállalják, és majd utánunk is lesznek, akik akár küldetésként, akár pedig valóban feladatként tudnak tekinteni erre a nagyon nemes tevékenységre. Reméljük, hogy így lesz, és minél több újabb megyei értéket kívánunk. Köszönöm szépen a beszélgetést a megyei értéktár bizottság elnökének. Én köszönöm a lehetőséget. Két lépcsős ügyfélazonosítást vezetnek be az online fizetéseknél. A hitelesítés 2020. december 31-én válik kötelezővé az Európai Gazdasági Övezetben, így Magyarországon is. A Magyar Nemzeti Bank továbbra is bátorítja a hazai pénzügyi szereplőket, hogy mielőbb alkalmazzák a megfelelő hitelesítési eljárásokat. Az erős ügyfélhitelesítés egy plusz biztonsági ellenőrző lépés a bankkártyás fizetések és az elektronikus fizetési műveletek során, amely azt biztosítja, hogy bárhol is történik a vásárlás, illetve a bankolás, csak a kártya használatára jogosult személy, vagyis a kártya birtokos hitelesíthesse a tranzakciót.
PSD 2-es irányelv az egy Európai Uniós irányelv, amelyet kötelező volt Magyarországon is alkalmazni, illetve bevezetni, amelynek alapvetően az a célja, hogy az elektronikus fizetések még biztonságosabbak legyenek. A jövőben úgy lesz, a bankok most kezdték el a kommunikációt az ügyfelek felé, hogy vagy azt a megoldást választják a bankok, hogy adnak a bankkártyákhoz kapcsolódóan egy statikus jelszót, ugyanúgy, mint amikor mi egy ATM-ből készpénzt veszünk fel, mondjuk, vagy pedig egy bontba vásárolunk. Lesz egy PIN kódunk, amit meg kell adni, illetve lesz egy SMS kódunk, amit a telefonunkra meg fogunk kapni a banktól, és ez a kettő faktor együtt fogja hitelesíteni a tranzakciónkat, és ezen keresztül tudjuk mi elindítani azt a tranzakciót, amit korábban csak a bankkártyánkon lévő adatok alapján tudtunk megtenni. Ez azért növeli a biztonságot, mert korábban, hogyha elvesztettük a bankkártyánkat, vagy valaki lefényképezte, vagy illetéktelen kezekbe került, akkor az önmagában elégséges volt ahhoz, hogy egy tranzakciót el tudjanak küldeni a mi nevünkbe. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy ez egy addicionális biztonsági elem. Tehát hazai pénzforgalom az rendkívül biztonságos. Európában a top 3-ban benne van, harmadikok vagyunk, tehát a legkisebb visszaélési statisztikai számok nálunk vannak, és ez csak egy olyan plusz biztonságot jelent a fogyasztók számára, amely pontosan az elektronikus fizetéseken belül az online fizetéseknél megnöveli a biztonságot. Azoknál a kereskedőknél, ahol jelenleg egyáltalán nincs ügyfélhitelesítés, a kereskedőknek gondoskodniuk kell annak időben történő megvalósításáról. Ebből adódóan további feladataik vannak, amelyeket el kell végezni, mert amennyiben ez elmarad, annak az lesz a következménye, hogy az ügyfeleik elutasított fizetési műveletekkel fognak szembesülni az e-kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele során. Úgy néz ki, hogy ez több szereplős játék, benne vannak a kártyatársaságok, benne vannak a bankok és benne vannak a kereskedők. Mindenkinek egyszerre kell tudni ezt az erős ügyfélhitelesítést. A jogszabály azt mondja, hogy amennyiben egy tranzakció 2021. január 1-től nem lesz hitelesítve erős ügyfélhitelesítésen keresztül, abban az esetben vissza kell utasítani vagy a kártya kibocsátónak, vagy pedig az elfogadó banknak. Emiatt a kártyatársaságoknak és a bankoknak is fejlesztést kellett végrehajtaniuk, és természetesen az online kereskedőknek is. Ezt a bankok elvégezték, őnekik a határidejük 2019. szeptember 14 volt, és hogyha még csúszás is volt benne, akkor a Magyar Nemzeti Bank információ szerint mindenki elkészítette és élesítette ezt a fejlesztést. Ezt az ügyfelek még nem minden esetben érzik, mert csak nagyon kevés bank kezdte el ezt kommunikálni az ügyfelek felé, illetve nagyon kevés bank volt az, aki ténylegesen kiajánlotta ezt az erős ügyfélhitelesítést az ügyfeleknek, de mi abban bízunk, hogy a karácsonyi vásárlások során egyre több bank ügyfele fog ezzel a megoldással találkozni. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy ez az online fizetések esetében lesz nagy változás. Az elektronikus tranzakciók esetében, hogyha mi egy átutalást kezdeményezünk, akkor már tavaly szeptember 14-től kezdődően kötelező az erős ügyfélhitelesítés. Tehát az ügyfelek, akik használnak mobilbankot, netbankot, ők már jól ismerik azt a megoldást, amit egyébként az online fizetéseknél is fogunk alkalmazni, illetve a bankok fognak alkalmazni. Nagyon fontos az ügyfeleknek, hogy ez a bankok feladata, hogy kitanítsák az ügyfeleket, és olyan ügyfélbarát megoldásokat találjanak ki, amelyek az ügyfelek számára kényelmesek, és a biztonsági szintet úgy tudják megemelni, hogy az ügyfeleknek a szolgáltatási élménye az továbbra is ugyanolyan magas szintű lesz, mint korábban volt. A fizetést jóváhagyó pénzügyi szolgáltatóknak egyértelműen azonosítani kell a fizetést, vagy a banki műveletet kezdeményező szemét. Háromféle azonosítás választható, jelszó, SMS kód, vagy a kártyabirtokos biológiai tulajdonságon alapuló biometrikus ujjlenyomat, vagy arcfelismerés. Elsősorban az ügyfelek a biztonságukat helyezik előtérbe, tehát attól félnek, hogy visszaérnek a pénzükkel, a számlájukat valakik mások felhasználják olyan célokra, amiket ők nem kívántak volna. Ezért én azt gondolom, hogy az ügyfelek egy olyan megoldást szeretnének a piacon látni, amely ő számukra biztonságos és ügyfélbarát. Az nagyon fontos tudni, hogy a bankok több megoldással készülnek. Tehát vannak olyan bankok, akik a úgynevezett fiatalabb korosztályra lőnek, akiknek mobil eszközük van, amely okostelefon és alkalmas biometrikus azonosításra, arcfelismerésre vagy ujjlenyomatra. De ugyanakkor szinte minden bank készül egy olyan megoldással is, amellyel el tudnak érni olyan fogyasztókat is, meg ügyfeleket is, akik nem rendelkeznek ilyen okostelefonnal. Tehát ő esetükben, ahogy említettem volt, vagy kapnak egy statikus jelszót, és mellette egy SMS-t, illetve van egy másik megoldás, és ez úgynevezett
tokennek hívják, hogy kapnak az ügyfelek egy kis eszközt, és az azon lévő számot, vagy pedig kódot kell megadniuk, és azzal hitelesítik a tranzakciót. Tehát nagyon fontos tudni, hogy a bankok több megoldással is készülnek. Nyilván a bankok is ismerik az ügyfeleknek a különböző szokásaikat, tudják, hogy más-más pénzügyi kultúrával rendelkeznek, és mindenkinek megpróbálnak majd személyre szabott megoldást biztosítani. Online vásárlás esetén az erős ügyfélhitelesítés keretében a fizetés csak az SMS-ben vagy mobilbankon keresztül kapott internetes biztonsági kód megadásával jöhet létre. Ehhez a számlavezető banknál kell regisztrálnunk egy mobiltelefonszámot, amelyen elérhetőek vagyunk. Magyarországon már sok helyen alkalmazzák ezt a megoldást, például ha online veszünk vonatjegyet vagy pénzt költünk fel a bankkártyánkra. 2020. december 31-én válik kötelezővé Magyarországon a két lépcsős hitelesítés az online fizetésekben. Azonban érdemes minél hamarabb átállni az új rendszerre, hogy zökkenőmentes legyen az átállás. Nagyon buzdítjuk a bankokat, hogy minél hamarabb kezdjék el a kommunikációt. Úgy veszük észre, hogy pont ezen a héten, meg a múlt héten is egyre több nagy bank tette fel a honlapjára. Ismereteink szerint az ügyfelekkel bilaterálisan már elkezdtek egyeztetni, de most megindul az a fajta marketing, illetve reklámkampány, amely elmagyarázza az ügyfeleknek, hogy ez mit jelent, és hogy hogyan fognak átalakulni a fizetési megoldások, hogyan kell majd egy-egy tranzakciót hitelesíteni és jóvá hagyni. Mi bizakodóak vagyunk, hogy a rendelkezésre álló 2,5 hónap az elégséges lesz arra, hogy ez tényleg Magyarországon sikeresen bevezetésre kerüljön. A PSD2 az egész Európai Unióra érvényes, minden pénzintézetnek kötelező bevezetni. Azonban érdekes kérdés, hogy mi történik majd, ha az Európai Unión kívül szeretnénk online fizetni, például amikor Kínából rendelünk valamit. Ebben az esetben a biztonság a bankok felelőssége, és ahol nem lesz lehetőség az erős azonosításra, ott elég lesz a kártyaadatokat megadni, mint eddig. Elviekben, ha nem biztosítja a kereskedő az erős faktoros azonosítást, a bankunk dönthet úgy, hogy nem engedélyezi a tranzakciót. Eddig tartott ma 35 perc című műsorunk. Legközelebb szerdán várjuk Önöket friss adással, amelyben szó lesz a Tanítsunk Magyarországért programról, és arról a szomorú tendenciáról is, amely szerint romlanak az öngyilkossági mutatók a hazai fiatalok körében. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Mára köszönjük figyelmüket, további szép estét kívánunk, viszontlátásra!